Üdvözletem mindenkinek, és sziasztok elérkeztünk egy újabb videóhoz. Ebben a videóban uh, gondoltam azt, hogy mi lenne, hogyha külön-külön videó formátumban, tehát külön uh, videót csinálnék brosztászos bro skin videót, Stumble os skin tour videót, videót, és Fortnite-os skin tour videót. Tehát így Összességében mondjuk azt, hogy három rész fog ö, lenni, abból, hogy én tulajdonképpen nekem milyen szkényeim vannak, de ha szeretnék elsősorban a Brawl kezdni, mert hisz, hogy nem olyan régen kezdtem el Brawl hozni, és ö, hát ott vannak, vannak azért foghías karakterek, illetve foghías skinek amiket úgymond még nem sikerült beszereznem, illetve túlságosan nincs is nagyon túl sok skinem se. Viszont ennek ellenére azért játszok a játékkal nem tudom már mióta 3-4 vagy 5 hónapja, fogalmam sincs, de nem tényleg nem olyan régen kezdtem el és azért gyűjtöttem pár karaktert ugye streamben is Uh, szoktam, uh, vagy szoktátok látni azt, hogy egy-egy hogy karaktert uh, nagyon nehezen, de sikerül összegyűjteni, így ámblok. És uh, ebből szeretnék egy kicsit uh, mutatni kis részleteket, uh, hogyha érdekel benneket, benneteket természetesen. Úgyhogy kezdjük is el a bróztánszal, a skintót, én azt mondom nektek. Na most kacok, itt vagyunk a bróztásznál és ahogy láthatjátok, 83-ban 22 karakterem van, tehát tényleg nem olyan, hát tényleg egy jó fél éve, hogy kezdtem el ezt a játékot játszani, úgyhogy ugye közben ö, tartalmakat is ö, ö, csináltam belőle, meg ugye ö, offline is játszottam olykor-olykor néha vele. Mm, meg lehet nézni amúgy meg tulajdonképpen, hogy ö, milyen karaktereim vannak, van Jesse, Nita, Jackie, Shelly, bocs, hogyha az angol kiejtésem az úgy nem a legtökéletesebb, El Primo, Darly, ez ilyen robotszerű skin, amúgy meg mindjárt mondom, amúgy meg így a 22 skinből melyik a kedvenceim, amiket ugye már játszottam, van Frank, Colt, Buzz, Remélem jól mondom ki a nevét. Brock, uh, Berli, Pocó, pool Rosa, Tick, uh, 8B, Hú, van még Bea, Neni, Mortis és Ems. Ja meg Stú. Igen, tehát uh, vannak azért karaktereim, vannak azért uh, karaktereim, de mi a személyes kedvencem. Menj a mely, mely, nem. Az, személyes kedvencem az a uh, Jesse, a Jackie, uh, Nita, tehát ebben a sorban uh, három karakter, vagy az elsősorban három karakter a kedvenceim. Beletartozik még a hol is van a pokó, a sassávó, a Bú, én már csak így hívom. Szóval vannak azért láthatjátok hiányosságaim, tehát annyira még fullosan még nincs nagyon felfejleszve ezek a karakterek, de igyekezni fog, még hogyha ha van időm, energiám, persze offline játszák, akkor játszok vele szíves örömes, de tudjátok kedvemtől függ amúgy meg, hogy Mik azok a játékok, amiket szívesen játszok a szabadidőmben, ez ugyan, ugyanúgy vonatkozik. Stream esetében is. Amúgy meg. Nagyjából ennyi a személyes kedvencem, talán még emzet is mondhatnám. Emzet is, igen. Tehát négy vagy öt karakter az, ami úgy best, ők a topposok. És ugye itt alul Majd már le. Szóval így lent alul pedig ugye nyilvánvalóan még nagyon de nagyon sok karakter várhat nyitásra. Mm, igen. Mondjuk azt, hogy igyekezni fog, jó? Igyekezni fog minél többet kinyitni, igyekezni fog minél többet állynokkolni. Kacok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, közben a fülös úgy megkikapcsolt, nem baj. Természetesen ugye ez volt az első rész annak, hogy egyfajta 2024-es skin tour videót csináljak nektek. Immáron ugye most a 100 esetében volt ez. Maradt még két játék, ami természetesen ez fog következni. Szerintem majd a Stumble guys al fogom majd folytatni, mert ugye a Fortnite-ban azért csak nagyon régóta játszok már azzal a játékkal is. És... Na és hát van, -e, van -e egy pár jó skin amúgy meg abban is. Szóval ez volt az első része, mások részével természetesen folyt köv. A továbbiakban minden jót kívánok, lehetek jók, hamarosan találkozunk. Sziasztok addig is!